át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselged, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Az irodalom történet legszebb szerelmes verseivel tisztelgett Nagy Káló a Magyar Költészet napjának. Ezt a jeles dátumot József Attila, a 20. századi magyar líra jeles alakjának születése tiszteletére ünnepeljük, Idestova 48 esztendeje. 1964 óta ünneplik április 11-én a Magyar Költészet napját. Ilyenkor mindenhol verseket szavalnak felnőttek és fiatalok, így él tovább a magyar vers. Két fiatal budapesti színész, Talján Marian és Lázár Balázs egy csokorra való szerelmes verssel lepte meg ebből az alkalomból a magyar líra kedvelőit Nagy Kálóban. Mi egy művészházaspár vagyunk a feleségemmel, több művészeti ágban is alkotó művészházaspár. A feleségem hegedülő zeneművészeti főiskolát is végzett a színművészeti mellett, én magamnak pedig a negyedik verses kötetem bemutatója lesz már, és két éve kezdtünk közös zenés verses esteket készíteni egy felkérésre. A szakrális heteken mutattunk be egy szakrális estet, és most úgy gondoltuk, hogy a mi kapcsolatunkból is kiindulva most egy ilyen szerelmes estet, a férfi-nő viszonyra alapuló estet szeretnénk csinálni, amely a magyar líra kincses tárából válogat, és a fiatalkortól az időskorig, klasszikus versektől mai kortárs versekig egy szép évet mutat meg a mai irodalomból, illetve a klasszikus gyöngyszemekből, és mindezt egy színházi formában csináljuk, tehát nem egy szokványos szavalóest, hanem inkább egy színházi előadáshoz hasonlít, hiszen hát mégis színészek vagyunk. Mindezeken túl a költészet napja, illetve ezek a versek mit üzenhetnek a mai világnak? Most mondhatnék ilyeneket, hogy szeressük az életet, szeressük egymást, hogy tényleg egy csodálatos dolog ez az életünk, mindenféle nehézség, nyomorúság, gondok mellett, azt hiszem ez arról szól, mint minden ünnep a költészet napkor, hogy csodálkozzunk már rá arra, hogy tulajdonképpen milyen szép az élet, és hogy milyen nagy kincsek vannak itt, akár a szerelem, akár a költészet, akár sorolhatnánk. Ketten versben. Ez volt a címe annak a műsornak, amelyben 29 vers hangzott fel közel egy óra alatt. A vers szerető közönség a magyar irodalom történet különböző korszakaiból hallhatott szerelmes költeményeket, így hangzott fel Csokonai, Petőfi, Adi, Nagy László és természetesen József Attila egy-egy lírai költeménye. Igazi színházi hangulatot teremtett a két előadó művész, hiszen a hegedű szó a férfi-nő kapcsolat egyes szakaszainak választóvonalaként is nagy szerepet játszott. Hol tudok hegedülni? Én a színművészeti főiskola előtt a zeneművészeti egyetemre, vagy főiskolára jártam, és nagyon szeretek hegedülni. És amikor kitaláltuk ezt az estet, akkor valahogy adott volt a Bartoknak a Román táncok című darabja, mert hogy ugye öt apróbb részből áll, és a Nagy Lászlóhoz nagyon illett, és akkor úgy építettük föl az estet, hogy ennek a Bartoknak a apróbb darabjaiból álljon össze a zenei rész. Mennyire tartja fontosnak ezeknek a verseknek az előadása közben a személyes tapasztalatoknak a kimutatását? A mi esetünk az speciális, ugye, mert mi színész házas pár vagyunk, tehát egyrészt szeretjük is egymást, családunk is van, két kisfiunk van, és pont azért csináltuk meg ezt az estet, mert mi nagyon hiszünk abban, hogy igenis a házasságban is van élő szerelem, és igenis az öregkorban is lehet élő szerelem, meg a halálunk után is reméljük, hogy él még a szerelmünk. Mi mindig nagyon irigykedve néztünk még a jegyességünk alatt azokat az idős házaspárokat, akik kézen fogva mentek az utcán, és úgy éreztük, hogy mi is szeretnénk ezt megélni. Mennyire tartja fontosnak a költészet napját? Nagyon fontos, természetesen mondjuk az is, hogy József Attila nevéhez fűződik, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ő az egyik legnagyobb magyar költő, de az is nagyon fontos, és azért is tettünk bele az estbe nagyon sok kortárs verset, mert jó lenne, hogyha a költészet napja nem csak a nagy öregekről szólna, hanem a most élő fiatal költőkről is,
és idősebb költőkről is, tehát a kortársakról, mert igenis nagyon élő ez a költészet, és nagyon is közérthető. A nagykárói költészet napi rendezvényt idén is a Radkó József Városi Könyvtár szervezte. Az ő meghívásukra érkezett a településre a két fővárosi színművész, hogy a költészet legszebb magyar lírai gyöngyszemeiből adjanak át egy csokorra valót.